ősszel több front is terheli szervezetünket, ez különösen igaz a várandós anyukákra. Mi jellemző ebben az időszakban rájuk? Ősszel is, illetve nyáron is a különböző évszakokban különböző időjárás változások, frontok léteznek. Régi megfigyelés és tapasztalat, hogy ilyenkor sokkal több a szülés egy-egy front hatás következtében. Teljesen más az ember hangulata, gondoljunk csak bele, hogyha szép erőfényes napsütésre ébred, mint hogyha egy ködös, viharos vagy esős időszak következik be. Az a tapasztalatunk, hogyha egy esős, borongós idő van, akkor nagyobb számban jelentkeznek a várandós anyukák a szülőszobára idő előtti burok repedése. Ugye az időjárás változásait, azok hőmérsékletet bemérjük Celsius fokokba, a légnyomásokat mérünk, különböző ionizált sugárzásokat mérünk, és ezekből próbálunk arra következtetni, hogy milyen hatásai is vannak. És nyilván, hogyha a légnyomás csökken, akkor feltehetően ez lehet az oka annak, hogy az idő előtti burok repedések száma is növekszik ilyenkor. De minden egyéb fronthatás ugye gyakorlatilag a paraszimpatikus idegrendszeren, vagyis a vegetatív idegrendszeren keresztül hat elsősorban, ami a akaratos idegrendszeri tevékenységünknek az ellenkezője, ugye az akaratlanos idegi szabályozásért felelős, ugye van a szimpatikus, paraszimpatikus része. A szimpatikus rész a szervezet reakcióképességét erősíti, a paraszimpatikus pedig a tartalékolja a szervezet energiáit, és hát ugye a paraszimpatikus idegrendszeren keresztül a mi izomzatának a tónusa változik, és az is lehet oka, hogy a szülések ilyenkor gyakrabban nagyobb számban fordulnak elő. De természetesen nem csak a szülés, hanem a várandóság egész ideje alatt érvényesülnek ezek a hatások. Már koraterhességben is, a koraterhességi tüneteknek a kifejezettebb hány inger, hányás, rossz közérzet, fejfájás fordulhat elő, illetve mély izomgörcsök vetélésre sokkal nagyobb a hajlam ezekben az időszakokban, akár a kis vetélések, kis terhesek, kis várandósoknál előforduló vetélések, akár a középítős vetéléseknek is sokkal nagyobb számban előfordulhatnak. Sokszor ilyenkor megijednek az anyukák, a kismamák. Milyenkor a teendő, mit kell csinálni, hogyha valami rendellenességet, furcsaságot veszünk észre? Hát először is a pihenés a legfontosabb, egy stresszmentes helyzetbe helyezze magát, egy oldalt fekvő helyzet, lepihenés, a bőfolyadékfogyasztás az a legfontosabb ilyenkor. És várni, hogy múlnak-e a tünetek, legtöbbször önmaguktól megszűnnek ezek a hasi görcsök, rossz közérzet, ez a pihenés és a folyadékpótlás hatására. Természetesen, hogyha ezek nem szűnnek, fokozódnak, akkor pedig a szakemberhez kell fordulni, illetve a sürgősségosztály, vagy pedig a ügyeleti, illetve szakrendelői ellátást kell igénybe venni. Vezetnek esetlegesen arról statisztikát, hogy ilyenkor ősszel mennyivel nő meg a szülések száma? Nagyon-nagyon sokféle statisztikát vezetünk, szerintem a legtöbb statisztikát a szülészeti szakma vezeti. Ilyen jellegű statisztikánk viszont nincs, hogy most mekkora fronthatás volt, és akkor itt hány szülés volt, illetve az ügyeletben történt eseményeket szoktuk rögzíteni, és bizony ilyenkor előfordul, hogy háromszor, négyszer annyi szülés van, mint egy átlagos napon, illetve egy teljesen frontmentes időszak is előszokott fordulni, amikor szinte napokig nincs szülés, az szinte már hihetetlen, de előfordul ez is. A frontok hatásában, vagy a frontok vannak-e rád valamilyen hatással, mint várandós anyuka? Hát szerintem egyébként is az emberekre hatással van, de igen, sajnos ilyenkor a vérnyomásom egy kicsit feljebb szalad. Ebben az esetben ugye a vérnyomás méri az kéznél, és akkor pihenés, folyadékfogyasztás,
meg hát egyébként is sokat szoktunk pihenni, úgyhogy ez szokott történni. Rád milyen hatással van ez a front? Rám különösebb hatással nincs egyébként sem, és most kismamaként sem ez a front. Nem tapasztaltam még, az nem azt jelenti, hogy később sem fogom, de eddig nem. Nem tapasztaltam különösebb hatását. Hogy éled meg a kismamaságot, tehát mennyit pihensz, mire figyelsz oda? Én nagyon jól élem meg, nagyon élvezem, nagyon szeretek kismamának lenni, és hála Istennek csak a pozitív hatásait éltem még eddig meg, tehát nem voltak különösebb, rosszabb élményeim eddig, és eddig nagyon, nagyon szeretek kismama lenni, sokat pihenek, de mellette ugye még a munkámat is végzem. Az orvosok mennyire alaposan hívják fel erre ezekre a frontokra a figyelmet? Tehát minden jó tanácssal ellátnak? Persze, természetesen. Minden tanácssal ellátnak. Ugye ezt több felől is hallhatjuk, hogy mikor lesz esetleges front. Hát a mai világban mostanában elég sűrűn előfordul, de szerintem amúgy is az információ áramlás világában élünk, úgyhogy nem csak az orvosok, de természetesen ők általuk is értesülünk erről.